Lucas Banzert. Foi, tô achando que All souls have their place. We must bring them to the overseers at once. Come with us, stranger. Okie dokie. Vê se ajuda as lutas. És hát igen, közben sikerült bejutni Oriboszba, ahol nem nézik jó szemmel azokat, akik kijönnek a Malfból. Egy pillanat, egy icipicit lejjebb veszek amúgy a zenéből. Oké, azt hiszem most eltaláltam. Oké. Mert csak most adta be, hogy kövesd a gárdokat. Szóval hol is vagyunk? Oké. És egyben ránk vágja, hogy lehetetlen. Oké, ez egy érdekes beszélgetés volt. Így van, mert még halandók nem jutottak ki onnan. Oké. Sőt, szerintem konkrétan senki. The banished one could... Cardelen! Carcher! Herbis be praised! At long last, the Arbiter has stirred! Igen, Black Hole-ban, amúgy tényleg úgy van, hogy azért nem is néznek jó szemmel. Honored voice! Mere moments ago, there was a disturbance at the boundary of the moor. Then this mortal appeared, claiming to have broken free of it. A living mortal? Surely their presence here serves the purpose. If the Arbiter reacted to their arrival, perhaps they are the key to waking her. Is this mortal worthy of such an audience? They may prove to be an agent of the Jailer. It is the Arbiter's place to judge souls, Carcher, not ours. I will bring this mortal before her. With her voice have I spoken. Blessed be her voice. Szóval igen, eleve nem néznék jó szemmel, hogyha a magból valaki kijönne. Másrészt főleg nem egy halandó. És az, hogy mi ide érkeztünk Oriboszra, az összekötetésben van az Arbiterrel itt. Tehát valószínűleg az a Waystone, amihez hozzáértünk és idehozott minket, az kapcsolatban áll az Arbiterrel. Szerintem ez nem véletlen. Tehát valószínűleg ugyanaz a technológiájuk. Folyamatosan csak a pandás bégét kapod? Gyönyörű. Nekem már lassan hány ingerem van attól a helytől. Úgy beszélnek, mint egy naru. Jó van, bro. Legyen szép napod. Ciao, ciao. Ez egy... Jó, akkor annak megmaradok, jó. Nem, igazából... teljes mértékben biztosan nem tudom, hogy van. Tehát igazából, ha a Shadowlands-en meghalsz, akkor nem tudsz máshová kerülni. Csak
Szerintem legalábbis ahogy logikus lenne, tehát mindig elveszítesz egy darabot magadból. Amíg a végén nem marad belőled semmi. Oké, látogassuk meg az Orbitert. I pray the Arbiter will awaken in your presence, Mortal. Ó, igen. És itt az a gyönyörűség. Na most néhány apróság. Tehát, hogy hogyan is dől el az, hogy ki a... tehát az, aki meghal Azeroth-on, annak ide kerül a lelke legelőször. Tehát mielőtt a Shadowlands-re érkezne, Oribos konkrétan az első megállója, és az Arbiter az, aki eldönti azt, hogy igazából a Shadowlands melyik részére kerülsz. Tehát ő úgymond rád olvassa az előző életedet, még éltél, és ő az, aki eldönti, hogy melyik részére fogsz kerülni a Shadowlands-nek. Tehát ezért is különleges ez a személy, de a probléma az, hogy jelenleg az Arbiter olyan, mintha nem lenne funkciós éppen, tehát nem teszi a dolgát, mert valaki megbénította, és jelenleg ezért van egy nagy káosz a Shadowlands-en. Természetesen ez valaki szándékosan csinálta így, hogy a lelkek a MAV-ba kerüljenek nagy részt, és ezért is bénították meg az Arbitert. És akkor mi ez a hely? Vasszűz! For the first time in many cycles, it gave me hope that she would awaken and resume her blessed purpose. Mere words cannot describe the glory that was. Step forward, that I may show you. For uncounted eons, the Shadowlands was in perfect order. Infinite afterlives, with Oribos, the Eternal City, as the shining heart. Every mortal soul came before the Arbiter, and she, ever wise, experienced all that had shaped a soul in life. With this knowledge, she consigned every soul to the afterlife it justly deserved. Until... that dread moment, our perfect order was shattered. And so it is that every soul, kind and cruel alike, is denied its rightful afterlife, and instead is damned to the inescapable torment of the Maw. Szóval igen, tehát végülis elmondta azt, amit én elmondtam, tehát igazából legalább így látványosabban lehetett látni, hogy mi is történt. Oké. Tehát igazából elsődlegesen az Arbiter, úgymond felébresztése vagy felélesztése az elsődleges szempont. Jó reggelt, Blood, kuki, halihó. És akkor fel kellene helyeznünk a koronát már ami megmaradt belőle.
És közben megjött a bolvárék is. More outsiders. What have you done, mortal? Be at ease. I am Bolvar Fordrick. These knights and are here to help. The touch of the Maw is upon their souls as well. But if they found a way to break free of its influence, perhaps they can end us. Szóval ezért is érdekesek a Oblád, nagyon szépen köszönöm az újabb csíreket. Igen, valaki keverte az égen a pörköltöt be, azony. Egy pillanat. Oké. Csak átváltottam gyorsan. No. Tehát igen, hogy is jöttek ide bolvárék, nagyon egyszerű, a koronának a segítségével. Tehát úgy követték és nyitottak portálokat. Aztán... ezek a... Hát nem is tudom, hogy minek hívnám, tehát hogy the will of the Arbiter, tehát az Arbiter akaratai, ezek a lények, meg is tudták állapítani szinte egyből, hogy ugyanúgy, hát főleg a halállovagok, de ebbe ugye Bolvár is beletartozik, hisz ugyanúgy járt, mint a többiek, és egyből felismerték azt, hogy ugyanúgy a MAV már őket is, úgymond, megérintette, tehát a MAV ereje megérintette őket, hiszen ugye Frostmourne mágiája és a MAV mágiája egy és ugyanaz. Igen, és akkor most pedig az a feladatunk, hogy Azeroth-on is építsünk ki portálokat ide. Sziela, jó reggelt, Haliko! Now, Tarshare, be hospitable. Mortal, I suggest establishing your portals where you first arrived. Just outside the city. As you wish. Champion, please confirm where our acolytes should open the portals. Okidoki, bízs csak ide. Majd én meg azt mondom, hogy hova rakja. I have opened countless portals in my lifetime, but never one that connected two planes of reality. I thought death was the end of existence. Here, it seems, death is a power that offers new beginnings. És az orknak mennyire igaza volt? Hát az, hogy itt a halálnak az ereje új kezdeteket ígér. Mert itt sokkal erősebb, mint bárhol. Tehát igazából, ha egy minimális szinten is belegondolunk, tehát a Lich King ereje konkrétan az egy porszem volt ehhez képest. Pedig ő is egy hatalmas entitás volt. Ezzel a szemmel nézve. De... egy kicsit logikusan belegondolsz. Konkrétan a... amit a Jailer adott erőt a Frostmourne-ba, semmi az övéhez képest. Na, menjünk, látogassunk el néhány helyre. Fedezzük fel Oriboszt. Persze, Betty, nyilván kapcsolatban állnak. A Runecarver az egy fogoly. És sajnálatos módon nem szabad akaratából cselekszik, de igen, sajnos szolgálja a Jailert. Legalábbis addig szolgálta a Jailert, amíg nem sikerült róla eltörnünk egy láncot. Tehát igazából mi leszünk azok, akik kiszabadítja végleg, de addig nem tudja elhagyni Torghast, amíg az összes lánca ott tartja. És nem hiába... nem hiába...
van oda láncolva. Tehát a Jailer erősen biztosította azt, hogy a Runecarvert, még ha ki is akarják szabadítani, ami az ő nyilván a Jailer szemében képtelenség, de még ha meg is teszik, akkor se legyen egyszerű. Nem önként szolgálja, de muszáj neki. De szerencsétlen Runecarvert agyon kínoszta. Nem is tudom hány száz éven keresztül. Tehát szegény szerencsétlen. És ő csak azért börtönözte be konkrétan, mert rendelkezik azzal a képességgel, hogy olyan mágikus tárgyakat készítsen, amiben bele tudja zárni a MAV erejét. Tehát nem egy apróság az ő képessége. Tehát egy olyan kovácsmesterről beszélünk, aki konkrétan a halál erejét bele tudja vinni különböző páncélokba vagy fegyverekbe. Nem tudom, mert ahogy néha elnézem a Runecarvernek az arc kifejezését, és amit láttam például Madraxusba a Primusról, nagyon hasonlít a két fazon. Így van, és azért vett el az emlékeit is, úgy van. Jó reggelt, Jocsi, haligó! Hát a Dudumon ott többfajta set van rajta. Tehát ott összeválogatott transmogon van. De amúgy az Eternal Traveler set az egyik, a másik a Tomb of Sargeras mítikes fejes, meg Naxxramasból a staff, azt hiszem a... Staff of Nightmare? Mindjárt megnézem, mert már elfelejtettem a nevét annak a staffnak. Rabda the Lich King, igen, Raid... Naxxramas... Azt hiszem az 25-ön esik, ugye? És annyi biztos, hogy Grobudus is dobhatja, nem? Vagy nem? Glut dobja? Igen, Life and Death. Akkor 10-esen eshet, azok szerint. Na várjál, ne szívas már. Nem 10-esen esik? Vagy vannak gondjaim az emlékezetemmel? Damnation, Touch of Horror, ez nem nyert, ez Wand. Nem, de biztosan nem a Damnation az. Hát ez 10-es lesz, csak nem vagyok benne biztos, hogy pontosan melyik. Globulus, nem nyert. Patchwork. Glut? Pedig Glutból emlékszem, hogy esik. Na mindegy, fogalmam sincs most így hirtelen. Hogy ez a Warlocknak is esett? Fura. Pedig az is egy staff, ugyanúgy ki kéne, hogy essen. De nem találom a listában most. Hát az fura. Akkor megnézem a transmogok közt, mert ott viszont meg kell, hogy legyen. Á, igen. Origin of Nightmare. Tehát az az a bagoly-szerű staff. Milyen programmal streamelek? Annó amúgy Streamlabs OBS-et csináltam, de nagyon sok baj van vele, olykor-olykor, úgyhogy most csak a sima OBS-t használom, az újat. Tehát a sima OBS, de az új patches. Hm.
with chains. True, but it would seem this is the only clue our mortal friend has to follow. It falls to us to open the way for them. Overseer Karsher, take this mortal to the Ring of Transference. Use our anima reserves to open a pathway to Bastion. Mm-hmm. But honored voice, we have so much anima in our reserves. Surely we should be more... See it done, Zvei, please, nagyon szépen köszönöm a követést. Voice, have I spoken? Érezd jól magad itt nálunk. The purpose must be followed. Okay. Vezess, léci. I will show you the way. Sired? Hát most jött be ugye Kassanatria, és nem véletlenül. Kis türelmet. Nagyon szépen köszönöm. Nos... Igen, tudom, Black Hole egy kicsit túl hangos és ijesztő is. Bocsánat. Mindig elfelejtem lejjebb venni a hangot róla. Holdas. Erre gondolsz? Igen, tudom, tegnap ugyanígy jártam én is, Black Hope, tehát tudom, hogy miről beszélsz. Ez BFA-s staff. Ez a Sinister Gladiator. Meg van egy másik. Ez ugyanaz, csak más színben. Ez meg azt hiszem... ez is BFA. Csak ez... ez valahol máshol esik. Azt hiszem a Dark Shore-os helyem. Elnézést az ilyen beszűrődő hangok miatt, csak az unokahúgom itt játszik mellettem köböl. Egy fél méterre tőlem. És néha nem igazán tudja, hogy hogyan korrigálja azt, hogy csömbbe kéne lennie. De hát mindegy, úgy vagyok vele, hogy már nem szólok neki. Oké, tehát akkor most első körben irány Bastion. Precious little anima to spare. But the honored voice has blessed your mission. So we will majd átadom neki, Susi. We will call down one of the soul conduits for use as a gateway to Bastion. These paths have been dormant for some time. Your arrival will be unexpected. Akkor nyissuk meg az első portált. Oké, és akkor, hát irány Bastion, és a Kirianok. Ez kb. Mennyi idő volt, még ezt végigjátszottuk? Jó. Ezt szerintem majd egy külön videónak szánom ezt az egész Oribos playthrough-t. Aztán majd a következő, ez a Bastion-es rész le lesz vágva. Mert sajnos nem tudtam rövidebbre vágni a streamet 55 percnél. Mert ugye... Úgymond rengeteg infó volt a sztorival, és nem tudtam rövidebbre vágni 55 percnél, pedig így is több mint két órás volt a stream. Így is leredukáltam a felére.